Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, Partizán politikai, politikusi toksója A mai vendége Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció meghatározó képviselője, a DK-s árnyék kormány, árnyék minisztere, egyébként pedig Európa Parlamenti képviselő. Kevésbé ismert talán a szélesebb nyilvánosság számára, ugyanakkor meghatározó politikusa nem csak a DK-s közösségnek, hanem a teljes ellenzéki szintérnek is. Éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes figyelni arra, hogy pontosan mit gondol ő az ellenzék helyzetéről, a DK helyzetéről, azokra az alapvető Problémákról, amelyek már 12 éve feszítik az Orbán kormányt leváltani szándékozók közösségét. Úgyhogy ő következik. Mielőtt azonban bemutatnám, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes vágatlan interjút, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! És akkor sok szeretettel köszöntöm Csabát a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Csornáról származol. Így igaz. A, mi az első, mi az ős élményed a politikával kapcsolatban, és ennek van bármilyen családi meghatározottsága? Szerintem mindenkinek van családi meghatározottsága a politikában. A családom egy igazi, hagyományos, régi vágású szociáldemokrata baloldali társaság mindig ebbe az irányba szavaztak, politikai iránt érdeklődtek, családi beszélgetésekben nekünk nagyon rendszeres dolog volt, pici gyerekkoromban emlékszem arra, hogy politikáról beszélgettünk. a rendszerváltás után meg különösen. Nagyapám volt még a szüleim mellett, aki aki meghatározó volt számomra ebből a szempontból. Ő, ő elképesztő, fantasztikus dolgokat művelt, nagyon fiatal gyermekként a II. világháború idején. Csak nem partizán volt? Nem, nem partizán volt, de de nagyon sokat segített azoknak, akiknek annak idején nem az, hogy nem segítettek, hanem, hanem üldözték Ez őket. Konkrétan bújtatott zsidókat, vagy más politikai üldözötteket? Bújtatott, euh, ételt vitt, csempészett a gettóba, segített menekülni. Sok-sok olyan dolog, ami, 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 nekem az eszmélésemhez annak idején hozzájárult, ugye ez, amikor a kidekeztett csoportokkal szemben hogyan kell egy tisztességes embernek fellépnie. Ez volt számomra a saját nagyapám, aki nem beszélt, hanem mi tudtunk róla. Olyan szinten tartott ez természetesnek, hogy hogy mi ezt onnan tudtuk meg, hogy a rendszerváltás után, amikor már kicsit szabadabban lehetett utazni, nem csak tőlünk, hanem hozzánk is, akkor jöttek családok Izraelből, akik bejelentkeztek hozzánk. Eljöttek és leültek és elmesélték. És én, én nem kaptam szikrát akkor gyerekfejjel, hogy Jézus Mária, ez az én nagyapám. Egészen elképesztő. Csornához visszakanyarodva egy másik kireszülöttje is van a településnek, Áder János. Róla röviden emlékeztél csak meg egy 2008-as interjútban. A családjaitoknak volt-e bármilyen kapcsolódása egymáshoz? Azt mondják nekem a családomban, hogy mi rokonok vagyunk. Na itt van vége, itt van vége ennek a tudásnak, mert. Fogalmad... Hogy micsoda, hogy rokon vagy nagy Áder János. Így, így, hogy mi rokonok vagyunk, de nem, nem tudom ennek a, ennek a rokonságnak a fokát neked megmondani. Um, nem tartottuk mi ezt a rokonságot áderékkel. itt meg, azt sem tudom pontosan megmondani, hogy nyilván ez, erre szokták mondani a szép magyar nyelven, hogy szegről végről, ugye van egy ilyen jó szó erre. Nem tudom, hogy pontosan hogyan, de a családban azt mondják, hogy mi rokonok vagyunk. Én soha életemben magánviszonyban nem találkoztam Áder Jánossal. Ha már politikai szocializáció, ugye te magad is később erre úgy nyilatkoztál, itt téged idézek, hogy a politika a második jobbodai kormány idején 98 környékén szálltam be, és nem nagyon tetszett az akkori stílus, de már 94-ben életem első szavazásán is határozott baloldali voksoló voltam, vonzott a 21. század nagy problémáit megoldani kívánó a Tony Blair, Gerhard Schröder és Bill Clinton filmi filmjelzett baloldal. Mi volt számodra különösen vonzó ebben a... Hát ugye itt főként a Blair részéről volt ideologizálási kísérlet, ugye a giddens együtt ezt a New labour harmadik utat, amit aztán később a Gyurcsány Ferenc is próbált adaptálni Magyarországon. Tehát ők voltak azok, akik ezt megalkották. Tehát számodra ebben mi volt, ami vonzó volt? Ezt majd ketté választanám, ha megengeded, mert mai aggyal visszanézem, már nem találom vonzónak. Wow, mi változtatta a gondolkodást? De azért nem mondom, hogy miért voltam hozónak, hogy érdekel. A akkoriban Magyarországon baloldaninak lenni a 90-es években automatikusan a kommunista címkével járt együtt. A 40 év pártállami örökségtől való szabadulás jelentette számunkra az, hogy van olyan típusú szociáldemokrácia, ami korábban nem volt. Blair siker, Clinton siker, Schröder siker, csupa-csupa olyan figura, ami azt mutatta meg nekünk ott a 90-es évek közepén, hogy nem egy ilyen elszigetelt jelenség az, hogy Magyarországon nagy többséggel győzni tudtunk, ugye itt, mert akkor éppen ott tartottunk, hogy győzni tudtunk, ugye a honkormány idején vagyunk, hanem ez egy tartós szociáldemokrata projekt is tud lenni. Hát a ez egy nagy választási gyorsan, siker? Vál, abszolút, abszolút ebből a szempontból ez választási siker. Uh -huh és akkor ugorjunk előre az időben, mert ugye te már elárultad, hogy ma már nem föltétlenül tudsz ezzel így azonosulni. Nekünk nem kellett volna. A harmadik útnak nem kellett volna a nem politikai, hanem szociológiai-gazdasági vett liberális-neoliberális politikával megalkudnia. Mert pedig ezt tette. A harmadik út azt mondta, ezért is nevezték harmadik útnak, hogy a két hagyományos út mellett lehet járni egy másikon. Én azt látom, hogy kettő hagyományos út közül kell választani az egyiket, mind a mai. Tehát akkor azt mondod, hogy most már azt vallod, hogy a hagyományos osztálykonfliktusra épülő baloldali politikát nem lehet megúszni? Szerintem nem. Mikor képződött meg benne ez a felismerés? Az a vicc, hogy nekem mindig is ez volt a felismerésem. A, a, kisiklás az a előbb említett ok miatt a 90-es évek közepének harmadik utinánti rajongása volt. Ez azt is jelenti el, hogy az a kormányzás, amit a te mostani pártelnököd még 2004 és 2008 9 között vitt véghez, és ami alapvetően a harmadik útnak egy magyarországi adaptációját próbálta megvalósítani, legalábbis ebben a vonatkozásban, hogy ezt tekintette mintájának, ez egy tévedés volt? Néhány ponton teljesen bizonyosan máshogy csinálnánk a mai eszünkkel, mint az akkori eszünkkel csináltuk volna. Mi akkor is szociáldemokratának gondoltuk magunkat, de két ok, az, 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 az gyakran letérített minket erről az útról. Az egyik, az egyik a koalíciós partner, a másik pedig a, a szembejövő kényszerek, ezek közül leginkább ugye a 2008-ban kezdődő világgazdasági válság, amire akkoriban nem volt igazán jó baloldali megoldás sehol a világon. 97-ben leszel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökségi tagja és a legelső felvétel, ami rólad elérhető, az 96-ban készült. Szoktál még biciklizni? Nem már van ilyened? Szoktál még biciklizni? Viszonylag ritkán. Ugyanis van egy felvétel, ami az látható, Én gyalog járok szinte mindenhova. Hogy a délszáv háború kapcsán egy könyvgyűjtési akcióban elkerékpároztok új vidékre, ha jól mondom. Nézzük meg, hogy hogy nyilatkoztál erről a kérdésről akkor. 7000 kötetnyi könyv zsúfolódik a Győri Apácai Cserejános tanítóképző főiskola szertárában, sílécek és evező lapátok között. A szabadkai hatóságok úgy döntöttek, vissza kell küldeni a csomagokat, mert nem minősülnek adománynak. A hétvégén egy jótékonysági szervezet nagyszabású koncertre készül Balatonfüreden és Szabadkán. Ezt az alkalmat használják fel a vállalkozókedvű főiskolások, és kerékpárral útra kelve Személyes podgyászként viszik magukkal a könyvek egy részét. Mikor legelőször voltunk itt a könyvekkel, akkor volt a kisebb a férjaink, de a határon nagyobb probléma nem volt, és szabadkán sem, úgyhogy szerintem most mindenki nyugalommal indul neki a biciklizésnek. A biciklisek és a könyvek számából egyelőre az következik, hogy több mint fél év kellene, mire mind a 7000 kötet átjutna a határon. Győrből egészen szabadkáig lekerekeztél? Igen, de hát ez annyira jó, hogy elő... Én erre egyáltalán nem emlékeztem. Ez teljesen kimaradta az emlékezetemből. Most viszont már visszaemlékszem, hogy mesél. nyilván nem mi vittük az összes könyvet. Emlékszem, volt egy busz, ilyen kis busz, az tele volt a könyvvel, és mi pedig a biciklizés, az pedig a figyelemfelkeltő történet volt a dolog mellett, nem pedig a könyvszállítás. Akkor zajlotta a délszláv háború, és ez nem volt egy, egy ilyen veszélyektől mentes akármi. Tehát kifejezetten emlékszem most, hogy így előjött ez a film, hogy ebben tényleg a vég volt lövöldözés, maga is találkoztam géppisztolyos emberekkel, szóval ez egy ilyen... Ugye mondtad te is, hogy ez ilyen figyelemfelkeltésnek volt számva leginkább, nem eltagadva a karitatív jellegét is, de hogy nyilván lehet, hogy közre ebben az, hogy utána egy évre később beválasztottak a hőok elnökségi tagságába. Neked mi volt az alapvető élményed az akkori hőokban? Akkoriban ez egy ez egy nagyon civil valami volt. Akkor jött létre. Korábban ilyen nem létezett. Ez volt a hőoknak a leges elnöksége. Próbáltuk a akkori új felsőoktatási törvénynek a, ből a lehető legtöbbet, legjobbat uh, kihozni az egyetemisták számára. Hát több-kevesebb több siker. Az első tüntetés életemben, ami részt vettek, az még, az még ezelőtt volt, a bokros csomagos tandíj tüntetés. Ott ott át, Ott ott. előtt is? Amikor kiállt a bokros, no, elmagyarázni Ez nem volt egy jó kísérlet, azt hiszem, az a magyarázat. A pénzügyminiszter a diákoknak először azzal érvelt, hogy a 2000 forintos tandíj csak jelképes, és hogy az egy az átlagos az az egyetemista az ennél jóval többet diapot. költ el havonta, például Mert cigarettára. Bokros szavaira a tüntetők füttje válaszolt. Így nem, így nem fogalmazhat politikus tüntetőközönségnek. Ma, ma nagyon, nagyon fel lennék háborodva, ma is, ha ilyet hallanék. A hőokos korszakotból milyen kapcsolatokat tudtál kötni? Ugye azért az mégiscsak egy fontos politikai keltetője volt, számos a generációban meghatározó politikus számára. Ugye Oszkó Péterrel voltunk egy darab, ugyanabban az elnökségben, ő is alapító elnökségi tagja volt a hőoknak. Ő az egyetlen, akivel mind a mai napig van kapcsolatom. Az ott lévő fiúk, lányok nagyon túlnyomó többsége a Fidesz környékén kötött ki. Nem nagyon voltak baloldaliak abban a világban már akkor sem. És akkor pontosan mi volt az első momentum, amire ezt tudsz emlékezni, amikor megismerkedtetek egy Ferencsel? Ugye ő 2003-ban, vagy még 2003, nem az már háromban volt, amikor indult a megyei pártelnöki tisztségért Győr-Moson-Sopron megyében. Ugye evidensnek tűnt, mert ő Moson-Magyaróváron volt pártag, én Győrben voltam pártag, és a győri szervezethez tartoztam. És akkor a megyei szervezetnek volt egy elnöke, Kun András, és volt egy ügyvezető alelnöke, az voltam én. És ugye az Andrássék velem együtt, akkor megállapodtunk abban, hogy egyébként egy ilyen nagyon fontos innováció és nagy lehetőség lenne, hogyha a baloldalnak egy ilyen éppen felemelkedő csillagát el tudnánk hozni a megy megyébe, akkor ugye már sportminiszterként dolgozott. És akkor engem felhívott egyébként teljesen akkor még ismeretlenül Gyurcsány Ferenc, aki azt mondta nekem a telefonba, hogy ő akkor itt indulna a megyei pártelnöknek, tudja, hogy ezen itt kemény munka van, és mi is rajt vagyunk, és hogy ő szeretné, hogyha én megmaradnék ügyvezető alelnök, és indulnék ezért a posztért vele egy csapatban közösen. Ez volt az életünk első beszélgetés. Ezt gyorsan rekonstruáljuk, mert ugye Kun Andrásról azt lehetett hallani, hogy ő kifejezetten azért nem akart indulni, mert volt egy összeférhetetlenség is az egyéb politikai tevékenységei miatt a megyei elnökséggel kapcsolatban. Másrészt meg Borsot akar törni igazából az országos elnökség orra alá. Ebben volt-e bármi igazság szerinted? Nagyon nem szerette az országos elnökség, az teljesen bizonyos. Iszonyatos mennyiségű telefont kaptam a legfelső vezetők részéről, hát hogy ugye ezt nem gondoljuk komolyan. Sokan hívtak és nagyon kértek arra, hogy ne csatlakozzak ehhez a csapathoz, és lehetőség szerint ne csináljuk, de mi erősen kitartottunk a döntésünk mellett. Miért? Ugye azt eltűnt, hogy a jelölési eljárásban már visszalépsz Gyurcsány Ferenc Javára. Én nem indultam a valóságban. Ugye az volt, hogy jelöltek sokan, és ezáltal ilyen automatikusan jelölté válták. Nekem nem volt a valóságban indulási tervem, de mivel nagyon sokan jelöltek, ezért nekem hivatalosan vissza kellett lépnem a jelöléstől. Ugye mi a kezetektől kezdve Gyurcsány Ferencet támogattuk. Mi azt láttuk, hogy ő a szocialista párt érdemi megújítására alkalmas politikus tud lenni. Akkor ez már nagyon sokat volt, szerepelt. Hogy ő neki a pártelnökségben, benne van a pakliban egy megyi elnökség után. A pártelnökség igen, a miniszterelnökség az nagyon nem volt akkor még benne. Az fel sem merülhetett. Mit kellett megújítani akkoriban a szocialista párton? Tehát mi volt az, ami miatt azt éreztétek, hogy Gyurcsányal egy új irányt tudhat venni a párt? Mi volt az, amit meg akartatok változtatni? A szocialista párt folyamatosan kezdett szervezetileg belterjessé válni. Ez mindig baj, mikor egy párt elveszti a mozgalmi jellegét, a távoli csápjait, a vidéki dolgait, az aktivistáit. Tehát az egész átment a... Tudod, mindig az a probléma, amikor egy mozgalomból hivatal lesz. Akkor romlanak el ezek a történetek, miközben egyébként egy nagy pártnak hivatalként is kell működnie. A nagy baj az, mikor már csak hivatalként működik. Bocsás, még, de az MSZP mikor volt valaha a mozgalom? a 90-es évek közepén. Nem is a pártagság egyébként, ugye a szocialista pártagság nagyon folytosan erodálódott, de az azt körbevevő, nagyon széles eh, aktivista világ, az a 90-es évek végéig működött és létezett. Utána kopott el. És akkor most előre szaladva, mert szerintem ez egy központi kérdés, az ellenzék mostani bajának is a központi kérdése, hogy ez a mozgalmi lényeg, ez a típusú kiterjedt aktivista hálózatosodás, ez kevesebb, mint egy alatt hogy tudott semmivé lenni? A Szocialista Párt soha nem volt képes arra, hogy egyszerre kormányozzon és pártot tartson fenn. A Fidesz erre képes? A Fidesz erre képes. Mitől? Állami lopott erőforrásokból. Ennyi a különbség? Szerintem ennyi. Mindig azt szokták mondani, a Szocialistáknál volt erre egy jó szó annak idején, a jót azt semlegesen értelmezett, hogy kormányzunk, ezért kiűrül a párt. Tényleg ez történt? Ez egy konkrét mondásatok volt? Nem azért, mert hogy ez jó lenne, ez egy Persze. ilyen rezignált megállapítása volt ennek a szörnyű ténynek. Várjál És erre nem volt senki, aki így kinyílt volna a tekintet és azt mondja, hogy wow, ez nem biztos, hogy egy biztonságos és megfelelő állapot. Mikor Gyurcsány Ferenc pártelnök lett nálunk a megyében, ami ezt valójában nem Győr-Sopron megyei projektnek szántuk. Azt gondoltuk, hogy ez egy fontos lépés lehet arra, hogy az egész szocialista párt általunk akkor jónak tartott megújulása bekövetkezhessen. Ugye ezért is volt az, hogy nagyon jól akartuk csinálni ezt a pártelnökséget, meg ezt a szervezetet, hogy egyfajta ilyen minta, pilot legyen. Te innentől kezdve, vagy innentől datálhatóan vagy Gyurcsány bizalmasa? A leg, igen, igen, azóta, azóta mi elég szoros együttműködésben vagyunk folyamatosan, igen. A miniszterelnökség, mint politikai ambíció, mikor merült föl a kettőtök közötti beszélgetésben? Azt gondolom, ennyi év távlatában ez már elmondható. Megyisi Péter lemondása után. Tehát az, 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 az tényleg ordaskamú, hogy itt valaki megbuktatta volna Megyesi Pétert. Meg a Megyesi Péter, de ugye az SZDSZ által lett megbuktatva Megyesi Péter, akik ugye nem De abban nem volt el szerepetek, el. hogy Megyesi abba a pszichózisba kerüljön, most így nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, hogy ő végül a lemondást tartsa a konfliktus kezeléséhez vezető legkönnyebb útnak? Ilyenhez kicsik voltunk. El tudod képzelni azt, hogy egy vidéki MSP megyei szervezet az érdemben befolyásolja a miniszterelnök hatalmi szándékait? Úgyhogy a, a, kampány kabinet főnök egyébként a felesége a későbbi miniszterelnöknek, úgyhogy egy rengeteg információs és formális kapcsolata is van az msp től vező Holdudvarnál, nem tartom legalábbis kizárhatónak. Pedig nem volt így. A pártot akartuk, nem a kormányt. Ugye ezt mondtam neked az előbb is. 2006-ban győzelmet adattok, ha nem is perdöntő győzelmet, de mindenképpen megveritek a Fideszt, Gyurcsány Ferenc újra ö, kormányt alakíthat, a választási ígéretektől eltérő módon ö, Más típusú megszorításokat kell bevezetnetek, és a kérdés igazából arra irányul, hogy azért ősszel az látszik, hogy ezt a Fidesz látványosan tudja használni arra, hogy a legfontosabb vidéki bázisokat átfordítsa az MSZP-től. Gyakorlatilag ez az a pont, amikor az önkormányzatokban Budapesten kívül végzetes vereséget szenved az MSZP, amiből a mai napig nem tud kijönni. Ilyen szempontból jó volt az időzítése a kormányzati program elindításának, volt abban felelőssége, akár Gyulcsán Ferencnek, akár neked magadnak, akár a kabinet egészének, hogy hogyan próbálkoztatok az országos választás és a helyhatósági választás közötti időszakban menedzselni az ország sorsát. Ugye még egy dolog bejött azért ebben az időszakban. Hát azt majd külön meg fogom kérdezni, de az, Nagyon csodálkoznék, hogyha azt kihagynád. Um, biztos, hogy máshogy csinálnánk mint most. Vagy, vagy, tehát most máshogy csinálnánk, mint ahogy, mint ahogy akkoriban csináltuk. A, voltam az egészben, amit akkoriban úgy írtak le, és borzasztó sértőnek találtuk akkoriban, miközben valójában azt hiszem, utólag ezzel a fejjel azt mondom, hogy leírta a valóságot. A reformgőg. Mi reformot akartunk, és nem gondoltuk magunkat gőgösnek. Azt hiszem, gőgösek voltunk. Nem jó az a politika, amikor meg akarod tanítani a választóidnak, hogy mi a jó. Nem pusztán elhittük azt, hogy erre szükség van, hanem ezt olyan meldöngetve csináltuk. És akkor tényleg rá a második opponensre, vagy komponensre pontosabban, bocsánat. Csaba, ki ki az összedi beszédet? Marci, fogalmam sincs. Másként kérdezem, van erős tipped, de is bizonyítékod, és ezért nem mondod el? Nincs erős tippem. Az, tehát, a, a, ha az erős alatt azt érted, hogy nincs bizonyítékom, de meg vagyok róla győződve bizonyíték nélkül, akkor azt mondom, hogy olyan nincs. Oké. Okay. Bozasztóan váratlanul ért minket ez a dolog. Uh, nyilván, mivel az MSZP frakciójának a tagja voltam, ezért ott voltam, amikor elhangzott az összödi beszéd, hiszen az az MSZP frakciónak ugye a Balaton összödi vagy vagy választás utáni összejövetelén hangzott el. Azt viszont szerintem nem tudod rólam, mert erről még sosem beszéltem hogy én nem csak az összedi beszédkor voltam ott, hanem ott volt abban nagyon szűk körben Gyurcsány Ferenccel, amikor kijött az összedi beszéd a Petőfi Rádióban. És nem tudtuk, hogy mi az. A fogalmunk nem volt. Nem tudtuk beazonosítani. Bejött egy sajtós ember, és azt mondta, hogy megy a Petőfi Rádióban valami. Mondtuk, hogy igen, mi? És mondták, hogy hát valami izé. Nem volt köztünk, hárma négyen voltunk a szobában, nem volt köztünk, akinek eszébe jutott volna, hogy ez micsoda. De ti egész De nyáron abban a tudatlanságban voltatok, hogy ez a beszéd nem létezik, ez nem terjed különböző körökben? Nem, beszél, nem, nem volt róla szó, valóban uh -huh. nem. Tehát mondom, egyszerűen nem, nem tudtuk, hogy mi ez. Amikor elhangzik ugye a Petőfi rádióban, hogy az erős mondatok voltak benne, négy-öt, akkor ott ültünk, és azon gondolkoztunk, hogy ez mikor lehetett. Mivel a Ferinek a hangján hangzik el, ezért nyilván igaz, meg egyébként, hát hogy mondjam, az ő szabad szájusságába, enyhén szóval belefér ez a történet. De azt, hogy ez a tavasszal balaton összödön a frakciülésen elmondott uh, miniszterelnöki beszéd, azt az el, eltelt egy kis idő, amíg ott gondolkozással rájöttünk, hogy ez az lehet. Nem volt evidens. Ott és mikor bejött az ember és elkezdte mondani az idézeteket, egyikünk sem tudta, hogy ez honnan van. Volt-e hiba? A beszéd nyilvánosságra kerülését követően kirobban, tiltakozás hullámkezelésében, amit az akkori kormányzatnak fel lehet, szerinted, róni? Persze, hát ugye a leginkább a tévészékház ostrománál. Ugye akkor derült ki, hogy a magyar rendőrség ott és akkor nem képes megvédeni a magyar állam egyik nagyon fontos intézményét. Az egészen elképesztő érzés. A Fidesz, a Fidesz ugye nagyon nagy fordulatot csinált ebben a dologban. A tévészékház ostroma után a Fideszesek példás megbüntetést követeltek a parlament szakbizottságának ülésében érdemes elővenni a jegyzőkönyvét, amiben az ott ülő fideszes politikusok azt kérik számon a rendőrségtől, hogy miért nem lépett fel keményebben a tüntetőkkel szemben. A szemkilövetésnek a narrációja az jóval később született. De ezt véletéve a retorikai kezelésben hogyan adresszálta a kormányzat azt, hogy milyen felháborodás lett úrá sokakon, abban követetek el hibát, ami adott esetben olajva lehetett a tűzre, bőszíthette még jobban azokat, akikben eleve volt egy erőteljes felháborodás? Szerintem biztos. A TVCK nem merül fel a békés tüntetőnek a világa, az egy minden elemében erőszakos, az intézménye elleni támadás volt, ahol felmerülhet, hogy voltak, békés, az az összes többi tüntetés. Ott részben békés tüntetők voltak, akik felháborodtak ezeken a dolgon, és részben természetesen ott is ott volt ez a fajta szervezet, szélső illetve Fidesz által szervezett tömeg. Ott már vegyes volt. Egy pillanatra egy picit menjünk vissza 2006-ban, mert van a 2006-os választásnak egy nagyon fontos komponense, ami igazából elveszett a közbeszédből, még miközben szerintem nagyon fontos. Ez az Amőbeának a létrehozatala volt, amihez maga Gyurcsány Ferenc is akkor éppen a megválasztására készülő miniszterelnök jelölt, nagyon komoly ambíciókat fűzött. Nézzük meg, hogy hogy nyilatkozott erről akkoriban a köztévén, és aztán beszélgessünk erről. Most volt egy napja az egy éves születésnapja az Amőbának. 6-7 ember az Amőbában, Közülük jöttek el nagyon sokan. Egy teljesen új generáció és teljesen új világ. Ott a szabadság levegője. É, é, hihetetlen, kedves emberek. Egymással levelezgetnek, hétvégén találkozókat tartanak. Ez egy ilyen nagyon ilyen hálózatos szerveződés. Ők maguk csinálják. De a nem jel. úgy kell elképzelni, mint egy szocialista polgári kört. De abszolút. Sőt, 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 mind, sőt, mindig azt mondom, hogy nehogy véletlenül beálljanak abba a sorba, hogy nekünk az a dolgunk, hogy az ellenfelet ócsároljuk. Nem szabad föláldozni az amőbát, meg ezeket az a típusú szerveződéseket egy darab választási küzdelemnek az oltárán. Nehogy véletlenül nekem átmenjenek ilyen választási plakátragasztó csapatba. Építgessék ezt az új, fiatalos, modern, baloldali lelkületet. Ez lesz az, ami meg fogja teremteni az új, nyitott, közéleti típusú baloldaliságnak az alapját. Szörnyű nézni ezeket a videókat, hogy milyen fiatalok voltunk. <laughs> Ugye az amiben igazából a választás után elhalt. Nem nagyon lett belőle semmi. Miközben ezek a dolgok, amikről itt Gyurcsány Ferenc beszélt, ezek eszenciálisak. Te magad is beszéltél arról, hogy mennyire súlyos szervezeti problémát jelentett az MSP számára az, hogy nemcsak csak hogy a tagsága, hanem ez a tágabban értelmezett, lazában hozzá kapcsolódó aktivista hálózati kör, ez, ez elpárolgott. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért tűnt el a az aműba, miért nem volt rá figyelem, miért nem aknáztátok jobban ezt a potenciált, amiről a miniszterelnök itt beszélt. Azt hiszem, ugyanaz vitt el, amit, amit az előbb is beszéltünk, hogy a, a kormányzásnak a napi problémái azok, azok elvonták a figyelmet és az energiát minden mástól. Nem pusztán, és ez volt az igazi nagy baj, nem pusztán az történt, hogy valamit nem csináltunk meg, az is baj. Az történt, hogy valamit megcsináltunk, és másodpercek alatt hagytuk elsorvadni. Ez tényleg működött, A tényleg nagyon sokan voltak, ez nagyon jó lett megcsinálva, és másodpercek alatt tűnt el a semmiben. Hiba. Tágabban megfogalmazva, ugye a csináltam egyszer egy életút interjút, és ő azt mondta, hogy neki a legnagyobb politikai gyengesége, vagy képességtelensége az, hogy nagyon kevés energiát fektet a pártszervezésre és én azóta is ezen gondolkozom, hogy hát azért nem nagyon tudná megmondani, hogy mi fontosabb egy politikus számára, mint az, hogy a közösségét szervezze. Ez valószínűleg a mostani DK-nak egy erők erőteljes tudása, vagy készsége, képessége. De ugye, ahogy te elmondod, ez 2010 előtti msp nek nem volt a sajátja, nektek sem volt a sajátotok. A ja, DK valójában az a projekt, hogy mindent, amit tanultunk az msp ből rosszat, azt teljesen máshogy próbáljuk csinálni. Ez volt a valahol ott a listának a tetején. Szervezet, 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 szervezetet építeni megállás nélkül, és adásul az egészet azt nem lehet alacsonyabb szinten ilyen gebimbe adni. Ugye sok pártban az a felfogás, hogy van a pártelnök, vagy mondjuk a párt négy-öt legfontosabb politikusa, ők ott valahogy lebegnek a rendszer fölött, televíziókba járnak, okos dolgokat mondanak és beszédeket tartanak a parlamentben, és vannak a párt szervezők, a politikai, a párt hierarchi alacsonyabb szintjén, akiknek az a dolga, hogy ezt csinálják. Hát tisztelettel üzenem mindenkinek, hogy ilyen nincs. Ezt a pártelnöknek és a párt három-négy legfontosabb vezető politikusának kell személyesen csinálnia. Máshogy ez nem működik. Ha nálunk új szervezet jön létre, és ott öt darab ember találunk, akkor a pártelnök beül az autójába, és elmegy találkozni azzal az öt emberrel. Ezt nem lehet máshogy csinálni, ezt nem lehet kiszervezni valahova. Vagy csinálod magad, vagy nincs csinálva. Milyen fogunk ezekről is beszélni, de egy picit még a 2006-2010 közötti pozícióidról beszéljünk. Ugye 2008-ban voltál a Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitika államtitkára, illetve 2008-ban szintén az úgynevezett új tulajdonosi program miniszterelnöki megbízottja voltál. És ugye ez egy olyan program, ami aztán végül a 2008-as világválság miatt eltörlése került, de kvázi azt próbáltátok ezen keresztül megvalósítani, hogy lakossági tulajdonszerzés történjen az állam ami tulajdonban lévő vállalatok részéről, vagy részében, és hát ez gyakorlatilag egyfajta ilyen lakossági privatizációs kísérlet lett volna. Mindjárt kifejtetett hosszabban, de előtte nézzük meg, hogy a parlamentben hogyan érveltél a program mellett. Az új tulajdonosi program miniszterelnöki megbízottja szerint nem tiltani kell majd a részvények rövid időn belüli eladását, hanem ösztönözni a tulajdonosokat az értékpapírok megtartására. Mi azt szeretnénk, hogyha egy-egy tulajdonosnál akár több százezer, és egy-egy családnál akár milliós nagyságrendű ilyen vagyon is megjelenhetne. Tisztelt Országgyűlés, valamennyien emlékszünk rá, hogy a rendszerváltás óta mindösszesen egyetlen egyeset volt, már az is több mint tíz évvel ezelőtt amikor a polgárok egyeni, egyedi gyarapodását, tulajdonszerzését ösztönző programot indított el az akkori kormány. Ez volt az a program, amikor lehetővé tették, hogy polgárok százezrei váljanak tulajdonossává annak az önkormányzati vagy állami bérlakásnak, ahogy akkoriban sokan mondták, a tanácsi bérlakásoknak, amelyekben éltek. Ez volt az első és ez idáig az egyetlen olyan program Magyarországon, ami hozzásegítette emberek százezreit ahhoz, hogy a szószoros értelmében belakják az országot, amelyért dolgoznak, illetve legyen konkrétan valamiük, amiket a korábbi években megkerestek. Ebben az értelemben az új tulajdonosi program az egyéni gyarapodás ösztönzésén keresztül tulajdonképpen nem más, mint, ezzel az egy évtizeddel, mint ennek az egy évtizeddel korábbi programnak a folytatása. Két kérdésem van hozzád. Az egyik, hogy pozitív példaként hivatkozol a rendszerváltás utáni ö, önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás állomány kiárusítására, ami ugyanakkor azért úgy látszik most már három évtized távlatából, hogy végérvényesen beszűkítette az önkormányzatok szociálpolitikai mozgásterét. A mai napig is pozitív példaként tekintesz erre a lakásprivatizációs törekvésre? nem csak azért nem, amit te mondtál, az is része ennek a dolognak, hanem azért is, mert megtanultuk, hogy a irdatlan méretű magyar magántulajdon, lakás magántulajdoni arány, az milyen fajta mobilitási problémákat okoz az emberekhez. Ez egy röghözkötési projekt lett. Ma az egész Európai Unióból a 27 tagállam közül nálunk a legmagasabb a magántulajdonban lévő ingatlanok aránya 91 néhány százalék, és összehasonlításként mondom a túloldalon lévő Hollandiában ez 31 néhány százalék. Azzal viszont az akkori magammal totálisan egyetértek, hogy ez egy elképesztően jó dolog lett volna az új tulajdonosi program, ha végig tudjuk csinálni. Tehát az, hogy Igazi az állampolgárok részvényeket vásárolnak, történet. és így válnak tulajdonosaivá az állami cégeknek? Uh -huh igazi szociáldemokrata történet volt. Az akkori euh, minket gyakran liberális, neoliberális euh, euh, politikával vádoló világban, ez volt tényleg egy ilyen fáki, ami azt mutatta, hogy dehogy is, mi azt akarjuk, hogy a kis emberek is vagyonhoz jussanak. Ez nem a 90-es évek vad privatizációja. Több millió embert akartunk, a magyar egyébként akkor még nagyon nagy tömegben meglévő állami vállalatok tulajdonosaivá tenni. Elképesztően jó program volt, és ezt is elvitte a 2008-as De pontosan válság. miért? Tehát ezt a nemzetközi befektetői környezet esetleges ö, ö, borajlásától féltetek, tehát hogy esetleg emiatt büntethetik akár a forintot, akár bármilyen más formában a magyar gazdaságnak a lehetőségét. Tehát mi miatt szívtátok vissza ezt az intézkedést? Alapvetően ez volt. Az a, az a fajta ö, kötelesség, amit a hitelnyújtóknak meg kellett felelni, akkor a rendszerben azzal ez nem fért össze. És egy utolsó kérdés ide, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál. Az kijelenthető, hogy ha mondjuk te magad, vagy a DK maga pláne kormányzati pozícióba kerülne, akkor az egyéni lakás tulajdonszerzés helyett inkább a szociális bérlakás építés, fejlesztés politikáját folytatná? Abszolút. Abszolút. És nem csak a szociális. Akár az előbbi kárára is. Akár az előbbi kárára is. És nem csak a szociális, általában a bérlakás építés. Négy hónapig voltál közlekedési és energiaügyi miniszter 2008. december és 2009. április között. Itt az a különlegesen érdekes, hogy ebben az időszakban te igazából Puklászónak voltál a felettese, mert ő államtitkárod volt. Na most azért azt lehet tudni, Puklászlónak nem úgy nem volt felhőtlen a viszony a Gyurcsány Ferenc nem a párton belül nagyon komoly ellenlábasai voltak egymásnak. Sokan kifejezetten Puklászlóhoz kötik azt, hogy Gyurcsány körül elfogyott a levegő végül miniszterelnökként. Milyen volt a munkaviszonyatok? Szívélyes. <laughs> Azt, mit -e? És ritka. Ritka. Um, én nagyon fiatal voltam, mikor miniszter lettem, 33 éves. Törvényben tiltanám meg egyébként a jövőre nézve, hogy valaki 33 évesen miniszter legyen. A akkori ambícióm az nagyon erősen a én irányítom a minisztériumot, és nem más ambíció volt, és nem igazán kértem az minisztérium irányításában Puklászlónak a közreműködését. Miért nem sikerült domestikálni Puklászlót a 2006-os választási siker után? Miért nem sikerült őt érdekelté abban, hogy Gyurcsány Ferenc kormányzásnak a sikerében legyen érdekelt? Szerintem a Puklászlókat és a DK megalakulása az az, az, ugye, tehát ilyesmi a DK megalakulása is, hogy szembe menni ezzel a világgal, amikor párton belüli oligarchák legalábbis a... Punklász a oligarha? Abszolút. A részvények egy jelentős részét kezükben tartják, már önmagában szörnyű az, hogyha egy párt részvényekről lehet beszélni, és az akkoriban sajnos tényleg így alakult már ki. Szerintem velük nem kell kiegyezni. De akkor te is meg tudod erősíteni, hogy valójában 2006-tól kezdődően legkésőbb az a belső hatalmi vetélkedés, amely arról szólt, hogy ki fog irányítani a pártot, az alapvetően arról szólt, hogy sikerül-e puklászlóikat kiszorítani, avagy sem. Ezt a világot kiszorítani, igen. Abszolút. Lemond Gyurcsány Ferenc, ö, és egy kéthetes miniszterelnöki casting után végül Bajnai Gordon lesz a miniszterelnök, és te leszel a kancellárja minisztere. Ez kinek volt a döntése? Gordoni. Ő keresett meg. Tehát határozottan cáflott, hogy esetleg lett volna Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között egy megállapodás arra nézvést, hogy Gyurcsány Ferenc a lemondása biztosítékaként azt kéri, hogy egy fontos bizalmasa legyen a kancelláre, a miniszter az új miniszterelnöknek. Ez azért érdekes a dolog, mert ugye nagyon kívülről nézve lehet, hogy így nézhet ki ez a történet, de én a kormányban én többet dolgoztam Bajnai Gordonnal, mint Gyurcsány Ferenc. Uh -huh. Tehát a mi személyes viszonyunk az, meg politikai viszonyunk az nagyon rendben volt, mikor én a 2006-os választások után fejlesztési tanácsi elnök voltam, a nyugat fejlesztési tanácsnak az elnöke, akkor Bajnai Gordonnal, mint szakminiszterrel dolgoztam együtt. Mikor a gazdasági minisztérium fejlesztési államtitkára voltam, akkor Bajnai Gordon volt a gazdasági miniszter, vele dolgoztam együtt. Tehát nekünk egy nagyon hosszú, normál munka kapcsolatunk van, ami alapján mi nagyon jól ismertük egymást. Ugye Botka László a kritizálni Gyurcsány Ferenc lemondását, mondván, hogy nem volt előkészítve a hatalomátadás és az a két hét, ameddig ott a különböző jelöltek, az gyakorlatilag az időszak, amikor az MSP elvesztette a kormányzó képesség látszatát. Mit gondolsz erről a kritikáról? Valóban hiba volt-e ilyen előkészítetlenül bedobni a gyeplőt? Szerintem nem volt előkészítetlen. Ez elő volt készítve, csak nem sikerült végrehajtani. Glac a... tényleg egy ö, képességes miniszterelnöknek gondoltad volna? Meg még kettőt is, aki egyébként szintén meg volt állapodva ebbe a dologban, akkor de akkor kez... utólag nem lehet beszélni erről a dologról. Meg se akarod nevezni, de... hogy párton belülek voltak-e? Semmiféleképpen. Akkor már csak azt mindenképpen, az, hogy már Én... elmondtad, tehát hogy azt mondod, hogy volt Glac túlmutatóan. Nagyon világosan meg volt ennek a dolognak a jelöltje is és a forgatókönyve is. Miért nem is. sikerült kivitelezni? Párton belüli ellenállás miatt. Botka... a jelöltet? Nem. A Befenyítették, szóval tudod, ez, ez egy, ezek ilyen túlzó fogalmak. Azt mondták, hogy nem támogatnák erre a pozícióra, és nem lenne meg a többsége a frakcióban. Tehát azt mondod, hogy Gyurcsány Ferencnek volt kiszemelt jelöltje, föl is kérte őt, elvállalta azt, az MSZP vezetőtestületei jelezték is, hogy őt támogatni fogják, és ennek ellenére, amikor végül Gyurcsány Ferenc nem mondott ki, hátráltak a jelöltek mögül? Nagy vonalaiban így néz ki a történet. 2010-től gyakorlatilag folyamatosan ott volt a levegőben annak a lehetősége, hogy itt vagy megtörténik a párt átvétele Gyurcsány Ferenc és körei által, vagy pedig az a platform, ami kialakulóban volt az MSZP-n belül, az pártszakadásig fogja vinni ezt a dolgot. Ugye van egy 2010. október 23-án bejelentett demokratikus koalíció platform, ezt Gyurcsány Ferenc jelenti be, és egy évvel később, 2011. október 23-án megalakul a DK. Ebben az egy évben mi történt? Tehát mit tettetek ebben az egy évben? Ez ugye az Orbán kormány ö, gyakorlatilag közjogi kiteljesedésének, megalapozásának és kiteljesedésének az éve. Szóval mi történt ebben az egy évben, és miért nem sikerült ekkor sem többségre szertennetek? Ugye mi azt mondjuk, hogy sikerült, csak, csak, um, csak ezt nem ismerték el. Mi akkor azt mondtuk, hogy azért hozzuk létre a platformot, hogy legyen egy <laughs> igazi, mély nagy átalakítása a szocialista pártnak, amire tettünk sok-sok javaslatot. Nem igaz egyébként az, hogy hogy ennek eleve pártszakítási kísérlet volt a, a lényege. Mi nem akartuk új pártot létrehozni nagyon-nagyon sokáig. Én voltam egyébként, aki, na, aki, aki talán legtovább azt mondta, hogy gyerekek nem szabad, mert mindent meg kell tenni azért, hogy megpróbáljuk a létező szocialista pártot érdemben átalakítani. És sok-sok javaslatunk volt, ezek nem nagyon találkoztak a pártvezetésnek a támogatásával, és akkor határoztuk el, hogy pártszavazást akarunk, amit ugye az MSP alapszabálya lehetővé tett, de soha nem csináltak ilyet korábban, ugye a pártszavazás az az, mikor valamilyen fontos kérdés eldöntését nem a kongresszusra vagy az elnökségre bízzák, hanem minden egyes pártagra. Ez egy bonyolult megszervezendő dolog, ugye akkor papíron, a dolog lényege a papíron, a szocialista pártnak vagy 30-31 ezer tagja volt. Az állami számvevőszék, ami akkoriban még meglehetősen független szer volt, ő a tagdíj fizetések alapján 11 néhány ezer tagot valószínűsített a valóságban, de papíron lehetett 30-31 ezer tagja a szocialista pártnak. És akkor mi egy ilyen átfogó, sok-sok kérdésből álló pártszavazást kezdeményeztünk. Ezek tipikus választás, illetve tisztasági dolgok voltak sokkal szélesebb körben csinált nagy vagyonnyilatkozat, nyilvános vagyonnyilatkozat minden pártvezetőnek, egészen a helyi szintig lemenve. Ne kongresszus válasszon pártelnököt, vagy ne megyei közgyűlés válasszon megyei pártelnököt, hanem a teljes tagság, a szocialista párt Elszámolását, könyvelését, pénzügyi dolgait azt nagyon széles körben, és sokkal szélesebb ö, ö, körben tegyük nyilvánosságra, mint amit a törvény előír. Ugye ez a belső mutyikkal, élet illetve a Pukvilággal szembeni történet, amire már a előző műsor részben te is utaltál. És a végén 9000-nél többen szavaztak ezen a pártszavazáson és a nagyon túlnyomó többség 81 néhány százalék az igennel szavazott a kérdésekre. Hát van, amire kevesebben, van, amire többen, de 80 százalék fölötti eredmény volt, és akkor azt mondta a Szociálista Párt hivatalos vezetése, hogy ez egy érvénytelen pártszavazás volt. Mert túl kevesen, túl kevesen mentek el. Tehát hiába nagyon nagy arányú a többség, de túl kevesen mentek el, mert hogy szerintük a 31 ezer pártakhoz képest egy magasabb részvételi arány kellett volna. Mi ugye akkor is vitattuk, hogy lenne 31 ezer tagja az MSZP-nek, és hát őszintén szóval mindenki tudta az mszp is, hogy nincs 31 ezer tagja az mszp Segíts valamit megértenem. Miért nem sikerült Mesterházi Attilának és Gyurcsány Ferencnek kiegyeznie? ezen tudnám neked ezt megmondani. Nagyon erőssé vált az ellentét. Személyesen nagyon elviselhetetlenné vált ez a történet a végére. Ez világos, de közben azért mégiscsak arról van szó, hogy ebben az időszakban épül ki a jobboldali autokrata hatalomgyakorlás. Nagyon pontosan tetten érhető az, hogy mekkora veszélyben van a köztársaság, és ehhez képest mégiscsak azt mondott, hogy nem politikai ellentétek hanem személyes ellentétek miatt nem tud kiegyezni két vezető politikusa a baloldalnak, és erre a pártszervezet egészen azért rámegy. Akkor azt szinte félreértetted, vagy én fogalmaztam rosszul. Ez nem személyes ellentét, ez a személyes dolog bizonyítéka volt már annak, hogy mennyire erősek a politikai ellentétek. Tehát ez csak képszerűvé tette a politikai ellentéteket, azt, amit az előbb neked például volt A mondta. politikai, ellentét? a politikai ellentét az az volt, hogy nekünk volt nyolc olyan dolgunk, amire azt gondoltuk, hogy ezt nem csináljuk meg, akkor a magyar szociális tapát rövid távon el fog tűnni a sűjesztőben. Ugye a beszélgetésünk kezdeti pontján úgy fogalmazta, hogy a DK kezdetektől fogva a szociáldemokrata elköteleződési volt, sosem voltatok szociáliberálisak, de mégsem ez a meghatározó karakterisztikája a DK-nak. És azt gondolom, hogy a szélesebb ellenzéki közönség sem föltétlenül így látja a DK-t, hiszen a nevetek sem, szociáldemokrata koalíció, vagy igazságossági koalíció, vagy bármilyen ilyesmi, hanem demokratikus, ami fontos, de nem azt jelöli, hogy az egyenlőség, vagy az újraelosztás melletti elköteleződésetek vezetne titeket elsődlegesen. Azt hiszem, igazad van abban, hogy a név ezt pontosan nem írja le. Ugye mi azért ragaszkodtunk nagyon a demokratikus az akkoriban, mert a kihívást azt a magyar demokráciával szembeninek éreztük 2011-ben. Tehát akkoriban mi a küzdelmet azt a demokraták és a nem demokraták világa között láttuk. Nagyon mereven elvágva, és innen van a DK-nak a, a, a névválasztása. Akkor a mszp nek egyébként a szövege volt hivatalosan. Ugye akkor mondták azt, hogy ők örülnek is annak, hogy végre távozott az MSZP-ből ez a neoliberális társaság, és egyébként nem is baj, hogy az ő szociáldemokrata pártjuk mellett akkor most van egy liberális párt is a parlamentben. Nyilván azt a keretezési célt szolgálta, hogyha ők elmondják rólunk, hogy mi nem vagyunk baloldariak, akkor ez már a nyilvánosságban is így fog lenni. Teszem hozzá, azért voltak ennek átmeneti sikerei. Nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, ha a DK-ról írtak a nyilvánosságban, akkor minket liberális, vagy rosszabb esetben neoliberális pártként jellemeztek, miközben egyébként soha egy másodpercig nem voltunk azok, sem a... Alapító okiratunk szövege szerint, sem pedig a hétköznapi politikai cselekedeteink szerint nem voltunk azok. Hát az azért volt csak kicsit előre szaladunk az időben, amikor például Botkalászónak, a Fézesenek a gazdagok című kampánya megfogalmazódik, ugye a miniszterelnök jelöltje akkor az MSZP-nek. Most nem megyek bele a hatalmi torzsalkodásba, én most csak a szakpolitikai részére megyek bele. Én azért emlékszem, hogy a te pártelnököd akkoriban azzal kampányolt, hogy a szociális uszítás, és egész egyszerűen nem lehet többet elvenni a gazdagabbaktól. Mert mert az nem fogja igazából a prosperáló Magyarország lehetőségét kibontani. Tehát Otti, akkor ennek a típusú radikális újraelosztási kísérletnek a hangos kritikusai voltatok. Az nem volt radikális újraelosztási kísérlet, az egy ESZO volt, ami mögött a legcsekélyebb tartalom nem volt. Bárki mikor visszakérdezett, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, akkor erre választ az illető nem kapott. Én azért arra emlékszem, hogy nem ez volt a kritikátoknak a legfontosabb tárgya, nem ilyen módon fogalmaztátok meg azt, hogy mi a problémátok vele, és hát azért azt, hogy megnézzük, hogy az mikor fogalmazott meg 2017-ben, azért addigra már túl vagyunk az egykulcsos személyi adó bevezetésén, amivel csak önmagában ezzel 500 milliárd forint maradt a felső középosztálynak a zsebében, egészen elképesztő perverz újraelosztási mechanizmus, és akkor a többiről már nem is beszéltem, tehát uh, nyilván lehetne szofisztikáltabb üzeneteket is kitalálni, de te egy sokkal, hogy mondjam én, tapasztaltabb vagy, mint én valaha leszek, pontosan tudod, hogy ilyen típusú sűrítésekkel kell élni ahhoz, hogy megragad a választói képzelőerőt, és ti nem arról beszéltetek, hogy igen, egyetértünk, menjünk ezzel, esetleg változtassunk rajta, hanem az elképzelés egész egy álltátok, legalábbis az akkori kommunikációtok alapján. Mi a Fidesznek ezzel a fajta, hogy perverz újraelosztásnak, ugye Ferges szavait idézed, dolog, totálisan egyetértettünk, hogy ez nincsen rendben. Mi ezt kőkeményen támadtuk. Nekünk ezzel szemben benyújtott törvényjavaslatunk volt. Mi erre önálló évközi kampányt csináltunk, hogy ez nincsen rendben. Nem lehet azt mondani, hogy mi támogatjuk ezt az új újraelosztási rendszert. Kőkeményen szembe mentünk vele. De ahogy mondod, a kampány nem így néz ki. A kampány az a bonyolultnak a leegyszerűsítését jelenti. A tartalomtól jutsz el a szlogenig. Itt nem ez történt. Itt kitaláltak egy szlogent, az ellenkező irányból, és nem az, hogy legalább visszafelé felfejtették volna ezt a dolgot a tartalomig, hanem el sem kezdték. 2011. október 24-én, tehát egy nappal a pártalakulás után az M1 híradójában, vagy hát az akkori hírlemző háttérműsorában adsz egy interjút, ott úgy fogalmazol, együttműködésre vagyunk készítve minden, ami ezzel szemben egy káros. Orbánnal új törésvonal jött, demokraták vagy nem demokraták, tehát szélesebb körű összefogásra van szükség. Érte azt, hogy egy politikai vitátok volt az MSZP akkori vezetésével, amelyben alul maradtatok. Még úgy is, hogy ti azt éltétek meg, hogy mögöttetek áll a többség, és az volt a meggyőződésetek, hogy itt egy csalás történt. De mégis a pártszakadás ebből, amit ott megfogalmaz az estében, a létező legrosszabb válasznak tűnik erre a konfliktusra. Maradni és belül küzdeni tovább, hogyha most ez a szavazás nem sikerült, akkor lehet egy következő, ha sem, majd egy azutáni, de belül maradunk és belül küzdünk, mert szétaprózódva csak még gyengébbek leszünk az Orbán rezsimmel szemben. Szóval, hogy nem járultatok hozzá ti is ahhoz, hogy az ellenzék ilyen drámai módon lényegtelendett el az elmúlt 12 év során? Én nem tudom, hogy tehát mindenki saját magáért tud felelősséget vállalni. Én ezt kérdezem, csak uh, ne, nekünk A béke megalakulása a... segítette az ellenzéki egységet Orbánnal szemben? Segítette az ellenzék szavazat, bevonzó képességét Orbánnal szemben, abban biztos vagyok. A DK-ba érkeztek nagyon gyorsan olyan szavazók, akik nem voltak a Magyar Szocialista Párt szavazói. Egyébként a tagok is. Mindig azt mondták ránk, hogy ez valamilyen msp MSZP-ből létrejött valami. A legeleje óta a tagjainknak egyharmada olyan, aki valaha volt MSZP-s, és mind a mai napig ez az arány hogy a tagjainak körülbelül egyharmada olyan, aki valaha volt MSZP-s. A DK kilépése ellenzéki szavazók veszítésével nem járt a 2011-es évet követően. Akkor beszéljünk egy kicsit, készültünk több grafikonnal is a számodra. Az első grafikon szeretném kérni a listás szavazatok alakulását az elmúlt három választásról, mert szerintem ez kifejezetten érdekes. Ugye bal oldalon narancsárgával nyilvánvalóan értelemszerűen a fidesz KDMP. Itt a listás szavazatokat lehet látni, és kizárólag a parlamenti mandátumot szerzett, bejutott pártok vonatkozásában. Tehát például 18-ból hiányzik a momentum 3,4%-kal a kutyapárt és így tovább. Valószínűleg ez volt az utolsó olyan választás, amikor többségben voltak az ellenzéki szavazók. Nem lett volna önmagában stratégiailag jobb helyzet az, ha ezt a pártszakadást 14 utánra időzítitek, és azt mondjátok, hogy rendben van, nézzük meg ebben a ciklusban, Sikerül a Mesterházi Attila vezetésével kinőni, vagy sem? Ha nem sikerül, akkor szétválunk. Ha sikerül, akkor majd meg meglátjuk, kormányzunk, vagy bármi más történik. De hogy nem lehetséges az, hogy pár szakadás nélküli egy msp vel jobb eredmény születik 14-ben? Nem tudom neked megmondani, mert ugye továbbra sem vagyok nagy barátja, mi lett volna, ha a kezdetű mondatoknak. Nyilván ez keretezési kérdés is, engem alapvetően az érdekel, hogy szerinted a szétválásotok, nem gyengítette az MSP választási esélyét 2014-ben. Az MSP jét nyilván gyengítette, az ellenzéki oldalét nem gyengítette. Jó. Um, ugye 2018-ban gyakorlatilag 30 ezer szavazaton az, hogy a DK-nak lett végül frakciója. Um, ez nyilvánvalóan köszönhetően annak, hogy az akkori MSZP elnökkel, aki azóta egyébként dk politikus Molnár Gyula, egy rendkívül előnyös megállapodást tudtatok létrehozni az egyéni körzetekben való indulást tekintve. Az MSP értetetlen okokból számos helyen visszavonta a jelöltjeit, és az akkori DK méretét illetően nagyon nagyvonalú, indokolatlanul nagyvonalú helyeket ajánlott föl nektek arra, hogy tudjatok indulni, aminek azért volt jelentőség, mert így a töredék szavazatokkal be tudtatok jutni a parlamentbe nyilván nehéz megkérdezni, hogy miért tett így az MSZP, mert az MSZP-től kell megkérdezni. De mégis. De tudom neked vászolni erre, mert nem tett így. Amit mondtál, hogy a DK a miért vá a közönyöktatási eredményei fölött ez nem igaz. Én nem tudom, miért épült meg ez a szöveg. Ezer helyen olvastam, amit most elmondtál. Pedig ezt olyan könnyű megnézni, hogy ez nem igaz. Elő kell venni a megállapodást, október-novemberi közönyöktatásokat. Hát ugye, bocsáss meg, hogy... itt ugye az van, hogy ti 46 helyen indíthatatok jelöltet, az MSP 60 helyen indíthatott jelöltet, de hát azért ehhez képest ugye lehet tudni, az MSP 680 ezer szavazatot kapott listán, a DK pedig 310 ezeret. Én nem találtam olyan közvélemény kutatást, ami ezt a kvázi fele, 50% egész arányt nagyon meg bontotta volna. Tehát nyilvánvaló, hogy pedig az MSZP... Így volt, ugye te most az áprilisi végeredményt mondod, Igen. én pedig ugye a megállapodásnál lévő közvénykutatásokat, amiket Ami a, de tehát November, a o, okt előtt. Október, december választás Október-novemberi október, közvénykutatásokat dolgoztuk, hogy akkor jött létre ez a történet. Akkor az MSZP-nek minimális előnye volt a DK-hoz szemben a közönkutatásokban. Normálisan a helyes arány az az 50-56 lett volna. Lehet, hogy volt rossz mérés, én ezt nem tudom. De a kutatások alapján nem a szocialista párt volt nagy Vonalú, a DK volt nagyvarú ennél a díjjal. Azt meg tudod hogy ezeket a tárgyalásokat alapvetően te vezetted a DK részéről? Igen. Egy üvegpesgőt azért kaptál a végén gyógycsány Ferenctől? Nézd, mi nem éltük meg ezt sikerként, őszintén mondom. Azt, kell. hogy 8 év nem. után végre először lett nem, saját parlamenti képviselőnk. Nem, nem azt nem éltük meg sikerként, hogy 46, mi az 50-re mentünk. Én életem és véremet mentem az 50 darabért, kifejezetten emlékszem rá, és a leges-legutolsó tárgyaláson engedtünk néhányat. Azt ki tudja, hogy ebben a tárgyalásban Molnár Gyulának már nem lengettétek be azt, hogy lehetőséged lesz majd a DK-ban folytatni a politizálást? Na, nagyon távol volt tőlünk akkoriban, meg hát nem egyedül volt. Nézd azért, ez ut utólag megint úgy tűnik, hogy látom, hogy mire akarsz kiukadni, mi már biztos akkor dileltünk a Molnár Gyulával. Molnár Gyula nem akart átjönni a DK-ba. Egyébként akkoriban, hogy emlékszel, át sem jött csak dk s jelölt volt a végén, őt elég erősen kiszorították a szocialista pártból. Arra akarok csak utalni, hogy azt mindenki széles körben ismeri, hogy a politikai stratégiai érzéked, az abszolút-e kiemel az ellenzéki átlagból, sőt, messze a top kategóriás ellenzéki politikusok között vagy. A kérdésem arra irányul, hogy látható az is, hogy a DK nagyon komoly eredményeket tud le realizálni azért, mert te vagy jól látod elő a tendenciákat, vagy jól tudod érvényesíteni a DK érdekét, vagy a tárgyalás technikában tudsz olyan komparatív előnyökkel rendelkezni, mások nem. Meg tudsz nevezni egy olyan összeellenzéki ügyet, amiben ezeket a kivételes képességeidet nem a DK helyzetélőjének javítására, hanem az ellenzék egészének az esélyeinek a növelésére használtad Orbán rendszerével szemben. Ez egy nagyon jó kérdés, mert az elején mondtál egy ilyen nagyon-nagyon hízelgő dolgot velem szemben, majd valójában átfolytottad arra, hogy én nem is vagyok tisztességes, mert hogy ezt nem az ellenzék érdekében csinálom, hanem csak a pártom érdekében. Miközben tudod, egy politikus az nagyon őszintén hiszi azt, hogy a pártja választási érdeke az egyben az ország érdeke is, mert különben minek csináljuk. És hát elképesztő mennyiségű kompromisszumot kötünk mi is. Ez nem úgy van, hogy minden meccset megnyertünk ebbe a dologban, főleg azért, mert a végén azért ez nem a győztes-vesztes dologra megy. Előválasztás. Emlékezzünk vissza. A DK nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy úgy csináljuk meg az előválasztást, most a parlament itt mondom, nem az önkormányzati választás, hanem úgy csináljuk meg az előválasztást, hogy annak a szabályai megegyeznek a parlamenti választás szabályaival, mert hát nem hülyeséget csinálunk, hanem a rendes választásnak az előválasztását. Vagyis... Például nincs online szavazási lehetőség, mert a rendes választáson sincsen, és hát úgy csinálni, mintha az a politikában mindig a hiba kategóriájába tartozik. A nap végén a többiek erős nyomása, hosszú elengedtük ezt a dolgot. Ha már előválasztás, miért a jobbikkal kötöttetek egy ilyen kiterjedt alkult az előválasztás során? Ez megint a kérdésben lévő, tehát nem velük kötöttük, hanem sokakkal kötöttünk ilyet. De a legkiterjedtebbet a jobbikkal? A legkiterjedtebbet a jobbikkal, de a jobbik nem velünk kötötte a legkiterjedtebbet, hanem az LMP-vel. Tehát, hogy ez a, ez a, később megépült kép, hogy DK jobbik külön volt, azért ez a valóságban nincs így. A jobbik mindenkivel széles körül alkut kötött, leges, elsősorban az LMP-vel, másodszorban a DK-val, és nekünk is az összes többiekkel volt nagyon. Az MSZP-vel is majdnem akkora, a MSZP párbeszéddel majdnem akkor megállapodásunk volt, mint a jobbikkal. Tehát nem történt ebben ilyen, ilyen különlegesség. A jobbikkal a darabszámba azért lett több a végén, mert hogy darabszámban sokkal több a vidéki körzet. Ez ki ez hogy zajlott le? Mindenkivel tárgyaltunk akkor. Ugye az lehetett tudni, hogy a... Tehát nem, nem, volt csak DK jobbik tárgyalás. Kedden tárgyaltunk a szocialistákkal, szerdán a Momentummal, csütörtökön a jobbik. Az világosítva verseny volt mindenki között, és lehetett tudni, hogy Karácsony Gergelyék, MSP, PM, vagy P, bocsánat, egy igen kiterjedt tárgyalásban volt szintén a jobbikkal amit ti valahogyan megneszeltetek, vagy híre ők nem tudtak ott döntést hozni, ti belőztetek, és egy konkrét ajánlattal végül megelőztétek azt, hogy karácsonyékkal állapodjanak meg Jakab Péterék. Ja, nem az történt, hogy karácsonyékkal állapodjanak meg, de a sztori igaz, amit mondasz, hanem hogy létrejöjjön egy teljes körű szövetség a DK-val szemben. Karácsony Gergely azt szerette volna, és ezen dolgozott, hogy létrejöjjön egy előválasztási szövetség, amiben mindenki benne van a DK ellenében. És hát nekünk elemi érdekünk volt, hogy egy ilyen szövetség ellenünkben ne tudjon létrejönni. És hát való igaz. Tehát a, a karácsonyék, szocialisták, jobbikosok egymással tárgyaltak heteken, hónapokon keresztül, mi pedig megállapodtunk a jobbikkal egy egyszer hat óra alatt. Ugye a 22-es vereség nagyon sokokra vezethető vissza, és szinte minden olyan típusú megfejtés, ami egyetlen okot mutat dominánsnak, félrevisz. Viszont az érdekelő szerintem egyike ezen elemeknek az a DK Jobbik megállapodás is lehetett akár. És a hármas számú grafikont szeretném kérni a kollégáinktól. Ugye a körzetek 22-ben rosszabbul teljesítő felében, mindjárt láthatjuk majd a képernyőn, 2018-ban az 53-ból 5 kivételével mindenhol, tehát 48 körzetben a Jobbik lett a második, és mindössze két körzetben a DK-s. És idén, vagy espocsán tavaly 22-ben 15 helyen volt jobbikos a közös jelölt, és 19 helyen DK-s. És akkor nézzük meg még a következő grafikont, a négyest, ahol azt lehet látni, hogy a DK-s jelöltek sok helyen rosszabbul teljesítettek közös jelöltként, mint 18-ban jobbikos egyedül. Magyarán olyan helyen indultak Dékás s jelöltek, ahol láthatóan a körzet politikai szociológiai összetétele inkább jobb oldali jelölt felé volt húszó, a fidesz szemben is akár. Követetek el ebben a jelöltállítási kérdésben taktikai és stratégiai hibát? Jelöltállítási kérdésben nincsen stratégiai hiba. A parlamenti választáson az egyéni jelölteknek a szerepe az rendkívül csekély. Az illetők személye. A parlamenti választásokon mindenhol a világon a kormányra vagy annak az ellenzékére szavaznak a választópolgárok. Ahol személyt keresnek, az az önkormányzati választás mondjuk polgármester. Ott ennek jelentősége van. A parlamenti választáson az emberek orbán Viktorra szavaznak, vagy Márki Péterre szavaznak akkor is, hogyha a szavazó papíron nincsen rajta ezeknek az illetőknek a neve nem az egyéni jelöltekre szavaznak. Ezért is tartottam egyébként elképesztően hibás dolognak akkoriban is az előválasztást, mert egy olyan dolgot játszottunk el, aminek egyébként választás technológiailag a valóságban nincs jelentősége, mert őszintén szóval kis túlzással a biztosan nyerhető körzetet bárki megnyeri, a biztosan bukó körzetet bárki elveszíti. 5%-kal rosszabbak voltunk a listán 2022-ben, mint 2022-ben, mint 18 ban ezek mind 5%-kal vannak lejjebb, mint a többiek. Ezt mondom az előbb is. Imádom, mikor a, a, egyéni jelölt kiválasztásán megy a versengés. Nem az egyéni jelöltek veszítettek tömegesen, és nem az egyéni jelöltek nyertek kis számban, hanem az ellenzéki közös összefogás Márkizai Péter vezetésével veszített egy hatalmasat az Orbáni rendszerrel szemben. Márkizai Péter megkülönböztetett a politikai felelősségét ebben a vereségben, nem kell bizonygatni, erről mi több Akkor adást is készítettünk. Le, le ezt a Én csak róla. azt akarom mondani, azt akarom kérdezni tőled, hogy az kijelentető ezen eredmény függvényében, hogy az a föltételezés, hogy a jobbikos szavazókat be lehet hozni egy ilyen típusú választási koalícióba, ez megbukott? a szavazóik egy részét sikerült, egy részét pedig nem sikerült, ugye ez a valóság. Az, hogy ez a, hogy ez a csikesz pontosan hol van, azt nem tudom megmondani. Azt gondoltuk, és egyébként ebben konszenzus volt a magyar elemzői, politikai és még újságírói világban is, hogyha összejön a teljes körű összefogás, akkor az érdemben versenyezni tud az Orbáni rendszerrel. Akkor ez egy volt. Az derült ki, hogy ez nincsen. Hogy ez nincsen. Ott tartunk, hogy lassan kipróbáltunk mindent. Egy dolgot nem próbáltunk csak ki, azt, ami egyébként győzelemre vezetett 2002-ben és 2006-ban. Hogy? Van egy domináns párt. Tehát az előválasztása kapcsolatban elítélőleg nyilatkozom, miközben látható az, hogy megnyitotta az ellenzéki szinteret nagyon sok szimpatizáns számára. Itt százezerekben mérhető azoknak a száma, akik az előválasztás során kapcsolódtak be és váltak az ellenzék támogatója. Hogy sikerült-e megtartani Áprilisig az egy másik kérdés, most hogy nem menjünk bele. Engem csak az érdekel, hogy láthatóan van egy széleskörű társadalmi igény arra, hogy a belterjesnek látszó ellenzék belső dinamikáiba, hatalmi viszonyaiba igenis lehetőség legyen beleszólni a érdemben a választópolgárnak. Ezt a frusztrációt, ezt a dühöt csatornázta be nagyon sok ember az előválasztásba. Ha nem előválasztással, akkor hogyan láss, hogy lehetne demokratikusan elrendezni az ellenzék belső hatalmi erőviszonyait? Hát ahogy 2019-ben tettük az önkazati választások előtt, okos megállapodásokkal. Te ebből lettelek az embereknek? Nem, mert akkor nyertünk. Ugye nézd, tehát a politikában eredménykötelem van, ugye? Tehát nem, valami nem azért jó, mert szeretjük. Valami nem azért jó, mert sok embernek jó hangulatot okozott. Valami azért jó, mert a végén valamilyen eredményre vezet, ez ugye a választásokon az eredmény, az a győzelem, vagy legalábbis a jó szereplés. Hasonlítsunk össze két helyzetet. Az elmúlt, három né az elmúlt négy évben két darab választás volt. Egy nem várt sikert hozó önkormányzati választás 19-ben, és egy a vártnál is lényegesen nagyobb. Iszonyat méretű katasztrófát hozó választás 2022-ben. Ha én nekem választanom kell a kettőhöz vezető folyamatok közül, akkor nem, nem azért, mert választáshoz picit talán konyító ember vagyok, hanem a halál egyszerű common sense alapján azt választom, ami a sikerhez vezetett, és nem pedig azt, ami a kudarchoz vezetett. Mert hát lükesség a kudarcos forgatókönyvet választani, igazán van sikerforgatókönyv. A sikerforgatókönyv az a 2019 előtti történet, amikor is hatalmas melóval, sok-sok munkával, lemondással, konfliktussal, bármivel, de az ellenzék képes volt megállapodni az önkormányzati választásokra a közös jelöltekben. Akkor a beszélgetés zárásaként fordulunk rá erre a domináns párt kérdésére, mert ez valóban egy fontos, az ellenzéknek a következő években meghatározó kérdésével fog válni, hogy ki lesz ez a domináns párt. Nyilván a ti szándékotok szerint ez a DK lesz, és valóban vannak olyan közvetlen kutatási adatok, amelyekben ö, relatív jobban teljesít a többiekhez képest, mert ez a relatív jól teljesítés is azt jelenti, hogy még minimum 30%-ponttal marad el a Fidesztől. Az árnyék kormány az gyakorlatilag a nagyon kevés ellenzéki állítások egyike volt az őszi politikai szezonban. Nem nagyon lépett elő senki semmilyen típusú ajánlattal, de az árnyék kormány sem tűnik elégségesnek ahhoz, hogy érdemben mozdítson a jelenlegi hatalmi erőviszonyokon. Dobrev Klára jelenleg nem tűnik evidens vezetőjének az ellenzéki egységnek, nem tűnik úgy, hogy ő lenne most a közös miniszterelnök jelölt, sőt, talán kijelentető, hogy miközben jelentős várakozásokat építettetek az árnyék kormányal és az árnyék miniszterelnök szemével kapcsolatban, Dobrev Klára nagyon keveset realizált ebből. Miért nem használtátok jobban az árnyék kormány lehetőségét? Én ezt máshogy látom, mint te, és hát az általunk ismert közönkutatások is más mutatnak ebből, mint amit, amit most mondtál. Ugye egyrészt a várakozások tekintetében. Az árnyék kormány, hogy azt mondod, hogy egy nagyon jó mondás volt, vagy egy hasznos mondás volt. Én azt mondtam, hogy ez egyedüli mondás volt. Vagy ez egyedüli mondás volt, bocsánat. Na itt van a probléma, nem mondásnak szántuk. Nem kommunikációs termék az árnyék kormány. Az árnyék kormány a munkájának 80-85 ában szakpolitikai programalkotással foglalkozik. Nagyon-nagyon-nagyon sok ember munkájával, heti 7-8 napon keresztül, hogy túlozzak. Ez a munkánk nagyon jelentős része. És egy pici része van annak, hogy kommunikáljuk, hogy van egy árnyékminiszterelnök, van egy árnyékkormány, van egy politikai alternatíva, van egy személyi alternatíva. Ez borzasztó fontos, és nem kérdés, hogy ezzel adós az, az, az ellenzék, és ez nagyon hogy mivel foglalkoztok de közben meg mégiscsak, hogyha valaki árnyék miniszterelnöknek jelentkezik be, akkor felteszem, azt kellene kialakul, kialakítani a maga körül, hogy ő evidens, természetes kihívója Orbán Viktornak, és azért ez a típusú megítélés jelenleg nincsen Dobrev Klárának, láthatóan inkább az Európai Parlamentben érzi magát otthon, semmint a magyar belpolitikában. Érdekes, Dobrev Klár azért a nyilvánosság előtt többet szerepelt jóval árnyék miniszterként, mint EP képviselőként az elmúlt néhány hónapban. De azt mondta, hogy mennyire jelzi ezt vissza a, a Ugye én a visszajelzést a közönkutatásokon keresztül tudom nézni. Mi azt látjuk, hogy a, hogy a 22-es választás óta a DK az egyetlen ellenzéki párt, aminek értemben nőtt a támogatottsága. Hát van olyan közönkutatásunk is, és egyébként láttuk, láttam ilyet publikálva is, tehát nem csak belső kutatásban, ami konkrétan rákérdez arra, hogy ki az alkalmas arra, hogy ebben az egyébként elképesztően nehéz gazdasági politikai helyzetben Magyarországot vezesse és nincs olyan, ahol ne Dobrev Klára lenne, torony magasan a legelső, most a legfrissebb kutatásban ez 48 százalék, de a 48 százalékot azt ne úgy értelmez, hogy ez kevesebb, mint 50, mert a 48 százalék utáni második helyzetnek 7 százaléka van. Gyurcsány Ferenc. A te szerint nem vette rossz fényt a pártokra, aminek mégiscsak demokratikus a jelzője, hogy a választások óta legalábbis az interjúadási hajlandóságát tekintve az egy interjút interjúját leszámítva kevesebbet szerepel igazából a nyilvánosság előtt, a szabad nyilvánosság előtt, mint Orbán Viktor. Ennek egyszerű oka van. De elismerhetjük, hogy ez van. Igen, igen, igen. De előtte sem szerepelt egyébként túl sokat, mert... Azért de... az, hogy szisztematikusan elutasítja a legnagyobb olvasottságú portálok interjú kérelmeit, ilyesmi azért nem volt. El. Ennek viszonylag egyszerű oka van neki, de azt hiszem, ezt te, te is pontosan tudod, ennek stratégiai oka van. A DK-nak az egész ellenzéki oldal, mi azt gondoljuk meg, hogy az az érdeke, hogy a DK nevében a legfontosabb ilyen szerepléseket az árnyék miniszterelnök ügye, és ne a pártelnök. Akkor ezzel részben megválaszolhatod az utolsó kérdésemet, de azért megmutattam neked ezt az utolsó grafikont, amivel készültünk. Mert, hogyha jól értem, akkor ezzel valamilyen szinten elismeritek azt, hogy van egy úgynevezett gyurcsány problématika a közéletben, nevezetesen, hogy egyfajta üvegplafon mindig is húzódott a DK fölött. Itt ugye Gyurcsány Ferenc elutasítottságát lehet látni a magyar politikusok között. Itt gyakorlatilag 2010-től kezdődően 2022. decemberig nagyon sok adatot néztünk meg, próbáltunk reprezentatív merítést, hogy különböző közöni kutatócégektől nézzünk ilyen típusú sorrendiséget, de azért az látszik, hogy így elég erőteljes a konszenzus ebben az évtizedben. Elismeritek-e azt, hogy Gyurcsány Ferenc elutasítottsága a DK érvényesülése, az Árnyék miniszterelnök Dobrev Klára politikai érvényesülése útjában is gátat tud képezni. nem. egyszerű oka van ennek. A magyar demokrácia, mikor demokrácia volt, akkor különösen mióta pedig ilyen látsz a demokrácia, azóta sem kopott meg ez az alapeleme neki, az pártelvű és nem személyelvű. Egy politikus jóságát és Politikai befolyását erejét nem a személyes népszerűsége méri az ilyen helyeken, ugye ezek a parlamentáris rendszerek. Ugye a személyes népszerűség az a prezidenciális helyeken érdekes, hanem a pártjának a támogatottsága. Mondom erre a klasszikus példákat te is jól emlékszel rá, mikor 70%-os támogatottsága volt Dávid Ibolyának, az általa vezetett MDF-nek pedig kettő. Van értelme 70%-os politikusi támogatottságnak, hogyha az nem tudja felhúzni a 2%-os pártot? Karácsony Gergely egy az ellenzéki mezőnyben a top 4-5 politikus személyes támogatottságát tudja maga mellett mondani, elutasítottsága alacsony, a pártjának a támogatottsága a párbeszédnek jelenleg 1 Szerintem ezek a fajta adatok, ezek nem az, hogy mutatóak, hanem kifejezetten károsak. Mert a párt támogatottsága a lényeg, mert a választásokon az az illető párt indul. Márpedig a DK az elmúlt időszakban Gyurcsány Ferenc vezetésével folyamatosan nőtt. Tehát dacára annak, hogy ebben a közmenén kutatói mezőben látszik egy erőteljes elutasítottsága, domináns elutasítottsága a Gyurcsány Ferenc személyének. A te meggyőződése és a DK meggyőződése az, hogy ez az elutasítottság a pártelnökötök személyének nem áll a gátjában az ellenzék érvényesülésének. Teljesen bizonyos vagyok benne, hogy nem. Minden párt növekedése, vagy minden párt támogatottságának a csökkenése, attól függ, kiről van szó, az azért az nagyon-nagyon köthető a pártelnök, vagy a párt közvetlen legfelső vezetőinek a teljesítményéhez. A DK növekedése szerintem azt mutatja, hogy a DK személyzeti politikája olyan nagyban alakban, de rendben van. Egyetlen kérdésem maradt már csak zárásnak. Ha van kormányváltás valamikor, 26-ban, előtte, 30-ban, nem tudom mikor, és te abban szerepet vállalsz egy új kormány megalakításában az Orbán rezsim után. Mi az a legfontosabb közpolitikai változás, amit biztos vagy benne, hogy máshogy kell csinálni, 2015, és nagyon konkrét közpolitikai ígéretet szeretnék hallani, vagy vállalást tőled, amiben radikálisan szemben mennél a 2015-i kormányzásotok örökségével. Úgy csinálni érdemi, baloldali, szociáldemokrata, újraelosztási reformot. A reform szó hú, de rossz, nem szeretem. Na például az is egy fontos, hogy nem mondjuk azt, hogy reform, mert tudjuk, hogy ez nem nagyon működik Magyarországon. Gyakorol, de kicsit igen. De úgy, ezzel még gyakorolni kell. Szóval úgy csinálni egy nagyon érdemű ilyen típusú fordulatot, hogy mindez a többségi társadalom támogatásának megszerzése után következik be. Az, amit korábban csináltunk, hogy mi lángpalosként vezetjük a népet, és Jobban tudunk mindenkinél mindent, és majd talán jönnek utánunk, ez egy rossz politikai irány. Azt kell megcsinálni, aminek társadalmi, amihez társadalmi támogatást tudsz szerezni. Ez egy politikai munkát jelent. Mi ezt a politikai munkát 2015-ben megspóroltuk. Mentsen fel minket az, hogy nem is gondoltuk, hogy ilyesmire szükség van, mert vitt minket a lendület. Lényegesen bölcsebbek vagyunk, mint akkor, biztos, hogy nem spórolnánk meg még egyszer. Érdemi mély átalakulás baloldali irányban a többség támogatásával. Molnár Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt voltál és a rendelkezésünkre álltál. Nagyon köszönöm. te pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Molnár Csabával. Ha szeretnéd látni, hallgatni a teljes interjút, akkor vagy fizes elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, vagy pedig hangformában, podcast formában meg tudod hallgatni ezt a nagyobb podcast platformokon a Partizán csatornájára kattintva. Ha még nem iratkoztál volna fel a Partizánra, mindenképpen tedd meg, ha pedig kérdésed vagy észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.